Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és a Mannerlords harmadik tutoriál videója a szerűséget nézzük meg ma, amelyben elkezdünk építeni végre. Kitöröltem ezt az utat, mert ocsmány volt. Ha nem tudjátok, mennyire volt ocsmány, akkor nézzétek vissza az előző videóban. Szóval a legfontosabb, amit kezdéskor meg kell csinálnunk, két legfontosabb dolog, ami igazából három. Az egyik az, hogy tüzelőanyagot el kell kezdeni szerezni, különben meg fognak fagyni majd idővel az embereink. Másrészt élelmiszert kell biztosítani nekik, harmadrészt pedig fel kell húzni épületeket, tehát házakat ideális esetben. Egy tisztáson kezdünk viszonylag messze, legalábbis én most éppen egy tisztáson kezdek, egy erdő szélén, viszonylag messze a vadállatoktól, de ez nem gond, mert ugyanúgy el tudnak oda menni az embereink, és tudnak vadászni, attól, hogy az viszonylag messze van. Annyi esetleg, hogy mivel az út az ingyen van, ezért most ezt én behúzom, és megkérek majd valakit, hogy jöjjön el ide vadászni. Mondjuk ide rakok egy vadászkunyhót, és az nagyszerű lesz. Ha már építkezés, akkor még beszélnünk kell egy picit a nyersanyagokról, illetve a fedőrétegekről. A URS-ben ez nem került szóba az előtti epizódban, viszont viszonylag fontos, hogy vannak a fedőrétegek, ezek akkor jönnek elő, amikor az építkezést előhozom. És összesen ennyi az összes fedőréteg, ezek layerek, vagy térképmódok, akárhogy tetszik. Ezek közül a legfontosabbak azok a termőképességek és a föld alatti víz. A föld alatti vizet amúgy annyira nem fogjuk sokat nézegetni, igazából egy kútot leraksz, és kb. Mindenki boldog nagyon sokáig, jelenleg legalábbis. Úgyhogy annyi, hogy a kutat ilyen helyekre kell rakni, mert különben nem lesz belőle víz. Erről beszéltünk az első részben, hogy akár meg lehet azt is csinálni, hogy bárhol lerakhassuk a kutat, szerintem így picit érdekesebb. Van még nekünk olyan, hogy bűz és tűzveszély, jelenleg ezek én ezeket nem érzem szuper erősnek, főleg mert egyik ellen sem nagyon tudunk mit csinálni, de valószínűleg ezek nem is működnek, mert azt írja, hogy munka folyamatban van, tehát ezek work in progress dolgok. A tűzveszély ellen tényleg nem tudunk sok mindent csinálni, mert jelenleg nincs a játékban semmi, ami hogyha kiüt a tűz, akkor tudunk kezdeni. Mint a Sims-ek oda rohannak, és akkor így nagyon meg vannak ijedve, és aztán előbb-utóbb eloltják a tüzet. Szóval ja, erről ennyit. A köztes részek pedig a termőképességek. Négy termőképességet látunk itt. A tönkölyt, a lent, az árpát, a rozsot, és ez a négy. A tönkölybúza az a gyakoribb, azok az általában elég sok mindenhol megterem. Ami kevésbé és kicsit problémásabb, az mind a len, mind pedig az árpa, bár most kifejezetten olyan területen vagyok, ahol ezek jól termelnek. A rozs az pedig szintén egy nagyon jól termő dolog, viszonylag kevés dolog van, vagy kevés hely van, ahol a rozs nem tud jól termelődni. Plusz jobb a tűrése is, viszont az, hogy rozsot tudjunk termeszteni, ahhoz szükség van arra, hogy kifejlesszük, illetve kioldjuk perkekkel ezt a technológiát. Ezek azért lehetnek érdekesek, mert ugye a városnak a kiépítése is függ attól, hogy hol lesz a városnak a része, vagy a falunak a része, hol lesznek a szántóföldek, termőföldek. Röviden annyit, hogy a tönkölybúzából készül a kenyér, a lentből készülnek a ruhák, az árpából készül a sör, és a rozsból szintén kenyér készül, csak jobban. Amivel kezdenünk kell, az mindenképpen a legfontosabb nyersanyagok beszerző területe, tehát ha most itt előhozom ezt, ami a begyűjtés tab, akkor a favágó tábor, ami adja a szálfát. A szálfa kell a legtöbb építkezéshez. Jelenleg van 8 szálfánk, az nem sokáig lesz elég. Van a favágó, aki tűzifát termel. A tűzifa kell, hogy ne fagyjanak meg az emberek. A fűrészverem egyelőre kihagyható, hiszen az majd a szálfát alakítja deszkává. A deszkára elsőnek szerintem a templomnál lesz majd szükség. Van az erdészkunyhó, ami visszaülteti a fákat a megadott zónában. És van ezek, tehát ezek a fák, meg van a szénégető kemence, az nem érdekes most. Míg az élelmiszer résznél van a vadásztábor és a gyűjtögető kunyhó. A gyűjtögető kunyhóval most sokra nem megyünk, mert valamiért ez a bogyólelőhely nagyon kicsin indult, mindössze 8 egységnyi bogyó található itt. Inkább az lesz, hogy építünk egy vadászkunyhót, és vadállatokból próbáljuk először életben tartani az embereinket. De ami a legfontosabb, az a favágó tábor. És hogyha tényleg itt szeretnék errefelé mondjuk terjeszkedni, vagy erre, akkor ez a favágó tábor, ez itt ideális is lesz, hogy elkezdje kivágni a fákat. Úgyhogy ide jön a favágó tábor. Amint látjátok, ez most ide lekerült, szükség van ahhoz, hogy ide hozzák, akárcsak mondjuk a Settlersben, fizikailag ide kell hozni a szükséges nyersanyagokat, és aztán pedig az építők felépítik ezt az épületet.
Aztán mondtam, hogy nagyon fontos még a... Ez, a tűzifa. A tűzifa szintén fából dolgozik. Mondjuk ezt rakjuk ide. Hogy ne kell nagyon messzire menni a készletekért csak azért. Aztán a falu maga majd lehet, hogy ezen a, ebben a kereszteződésben lesz. Nekem ez így elég szimpatikusnak tűnik. És szintén nagyon fontos, hogy ki kell vágni a fákat ahhoz, hogy ezeket megépíthessük. Tehát, hogy én ide szeretnék építeni, akkor nem fog varázsütésre a legtöbbször eltűnni a fa. Lesz, amikor igen, de legtöbbször nem fog varázsütésre eltűnni a fa, hanem oda kell menni a favágónak, és ki kell vágni ők a fát, szóval, ja, móka. És végül a vadásztábor, ezt megpróbálom az út mentére rakni. Sajnos az utat nem pontosan látom, hogy hova raktam le, de valahol itt volt. Itt volt, itt ott snappel hozza az út, mondjuk ide, és látható is, hogy építkezéshez kivágott fa 1, megpróbálom elkerülni ezt, és ide jön a vadásztábor. Aztán szükség van még egy dologra, mert ezeket raktározunk is kell valahol, és az elsőnek, mikor játszottam, elkövettem azt a hibát, hogy nem raktam le raktárat, és jött az eső, és eláztak itt a készletek, amit csak ide vannak dobva, úgyhogy lerakok egy raktárat is. És ha számolgatok, az jön ki, hogy ez 4 épület lesz összesen. Van raktárunk és van magtárunk. Ja, ez probléma. Szóval ez 4 épület lesz összesen, és mindegyiknél szükség van egy családra, hogy dolgozzon. És igazából ez 5 épület lesz összesen, úgyhogy... ja, ezt most majd okosan kell csinálni. Például egyenlőre a tűzifával talán nem kell foglalkozni, hanem azt majd ráérünk később. Jó, tehát le kell rakni a magtárat. A magtár talán fontosabb. Annyi a probléma vele, hogy mind a kettő kell, mert a tűzifa is el tud ázni, és a kenyér is el tud ázni, és azokat nem szeretnénk, hogy elázzanak. Úgyhogy lerakunk egy magtárat és egy raktárat is. Ezek jöhetnek ide. Esetleg egy utat behúzok innen. Erre felé. És ennek a határára jöhet mind a raktár, mind pedig a magtár. Nézzenek arra, már látszik is, hogy kicsit vastagabb lett ott az út. Ez a raktár, és ez pedig a magtár. Amennyiben besnappelne, oda be is snappelt. Ja, ide nem tudja rakni, mert ott van az az épület. Oké, tök mindegy. Ehhez egyébként kell kő. Már ennek az építéséhez. Szerencsére kővel indulunk. Na most hogyan döntsük el, hogy melyikkel kezdjünk? Mert hogy nyilván van összesen 5 család. Ezek nem fognak mind elkészülni egyszerre. Ki tudom jelölni ennél a menünél. Amúgy ezt lehet mozgatni. Ez a cuccot. Szóval ki lehet jelölni, hogy milyen legyen az építkezési elsőbség. Az építkezési elsőbség a raktár és a magtár esetében legyen magas, és utána jöjjön az összes többi. A raktárba 2 szálfa kell, a magtárhoz 2 szálfa és 10 kő. És ezzel el is tudom indítani végre a játékot, és el tudunk kezdeni játszani a játékkal. Rögtön látható, hogy mindenki elindult. Az első lépés az, hogy itt szépen legyalulják a földet, és utána tudnak elkezdeni építkezni rá. Ahhoz viszont az kell, hogy itt például az ökörrel oda vigyék a fát. Mondom, ez egy hiperrealisztikus játék, szinte minden azonnal helyett valós időben történik. Most ő átviszi oda, bár lehet, hogy még ide fogja hozni elsőnek, mert még egyelőre a prioritás nem alkalmazódott. Ugye kell egy kis idő, még megérti, hogy a prioritások azok hol vannak. De látható, hogy amennyiben ezt messzire raktam volna, akkor szuper messzire kéne most elgyalogolnia ezzel az egy darab szálfával. Valószínűleg nem is lesz elég szálfánk ahhoz, hogy mindent megépíthessünk ezek közül az épületek közül, hiszen összesen van 8 darab szálfa, ha jól tudom, most már csak 4. A favágó tábor lesz akkor szintén magas prioritású, mert akkor oda kijelölünk majd egy embert, aki el tud kezdeni menni és kiszedni a szálfákat. A raktár azonnal elkészült, vagy már is elkészült, úgyhogy már is kijelölök egy embert, és az ő feladata, vagy egy családot, az ő feladata az lesz, hogy elindul, és begyűjti itt a dolgokat. Jelenleg egy családnak, ennek a családnak 2 tagja van, amint építünk egy házat, már is 3 tagú lesz ez a család. Majd eljutunk oda is, igen, hogy erre szükség lesz. De ő most elkezdte szépen oda bepakolgatni, itt látható, hogy a tűzifát pakolja fel, és viszi be, így nem kell amiatt aggódni, hogy ez majd elázik, és akkor ez nagyon rossz lesz. Elkészült a magtár is, akkor ide is kijelölünk egy embert. Kezd, vagy egy családot, kezd egyre szűkülni, az, hogy hány családunk van. Ugye minél kevesebb szabad családunk van, annál lassabb lesz az építkezés. Azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk a magtár jelenleg nem kell, hogy rendesen funkcionáljon. Az kell, hogy ez a család most itt dolgozzon, ez a 2 ember, Nickel és Endline, és ők elvigyék
oda a magtárba ezt a adag kenyeret, hogy az ne állzon el, és utána akár ki is vehetjük őket onnan, és átrakhatjuk máshova, vagy szabadon hagyhatjuk, hogy építkezzenek, vagy átrakjuk, hogy szedjenek ki fát, szóval elég sok lehetőség van. Sokszor kell majd játszani azzal, hogy a családok éppen hol vannak, mit csinálnak, esetleg különböző éjszakokban is. Például, hogyha bogyót szedünk, de a bogyó elfogyott, akkor ne legyen ott potyára az a család, hanem csináljon valami hasznos dolgot, és majd, amikor újra temrődik a bogyó, akkor megint ki lehet őket küldeni. Elkészült a favágótábor, ide is kijelölök egy darab családot, aki azonnal elkezdi a rönköket kiszedni, ami azért, vagy a szálfákat, rönköket, tök mindegy, ami azért fontos, mert hogy igazából gyakorlatilag elfogyott a szálfánk, de már ott le is szedtek egy fát, szépen lassan haladnak, csak ugye ökör kell ahhoz, hogy átvigyék ezeket a szálfákat a favágótáborba. Úgyhogy az ökör az egy elég fontos része itt a falunak már az elején. Favágószállás, ide most egyelőre nem rakok be senkit, ahova kell, hogy legyen, az itt a vadásztábor. A vadásztábor elvileg elkészülhet, jep, el is készült, úgyhogy ide is rakok egy embert, és akkor itt be tudjuk állítani a vadászati korlátot. Ez azt jelenti, hogy addig vadásszanak csak, közben a bogyó lelőhelyét szépen megtelt, vagy telik megfelé, hiszen itt a tavasz, elkezdtek a bogyók nyílni, vagy mi, nem tudom, mit csinálnak, szóval, hogy addig vadásszanak csak vadállatot, amíg a számuk 10 alá nem csökken. Mert amennyiben mindenkit kivadásznak onnan, akkor nem megújuló nyersanyagforrás lesz, hanem ez egy kiaknázott energiaforrása válik hirtelen. És akkor alakul itt szépen a falvunk, egy darab család van, aki most ugye nem csinál semmit, illetve a magtárba már be lett hordva 16 kenyér, ami szerintem az összes kenyerünk, hogy innen is le tudjuk venni az emberünket, és elkezdhetjük kiépíteni magát a falut. Még ez belefér ebbe a mai részbe, mert hogy nagyon érdekes a lakóházaknak a megépítése is. Ahol ilyen ikont látunk, ez azt jelenti, hogy mi előjük ki, hogy mekkora legyen az adott telek. És ez lehet az, hogy mondjuk egy legelő esetében, ami mondjuk itt van, vagy egy mező esetében, hogy csak építünk egy ilyet, és akkor bám, nem kerül semmibe, ott van mostantól a mező, amit lerombolok, mert nem kell, hogy itt legyen, nem is evett nyersanyagot. Viszont az épületek kicsit máshogy működnek, vagyis pontosabban a házak, a telkek kicsit máshogy működnek. Tehát azt akarom mondani, hogy mondjuk itt legyenek házak. És szerencsére követi itt az út vonalát ez a rész, és én jelölöm ki, hogy mekkorát szeretnék, de sajnos nincs elég áru hozzá, úgyhogy valószínűleg meg kell várnunk, amíg vágnak ki fákat. Mivel van egy szabad család, ezért őt el is hozom arra, hogy fát vágjon ki, annál gyorsabban fog haladni. Most már van 9 szálfánk, ami azt jelenti, hogy azért már pár házat le fogok tudni rakni. Úgy van, hogy egy parcella, vagy egy telekhez 2 szálfa kell. Mondjuk, kijelölök egy ilyet, és akkor látod, hogy ez 8-at eszik meg. Ismerkedjünk meg az ikonokkal. Először is nem mindegy, hogy milyen hosszúra építjük a telket, mert hogyha egészen rövid, akkor csak és kizárólag a ház fér oda. Amennyiben hosszabbra építjük, például itt látható, hogy ez egy viszonylag hosszabb telek, akkor már valamit lehet rakni a hátsó részébe, illetve bővíthető is, hogy több család férjen bele. Jelenleg nem bővíthető, de tudom csökkenteni a méretét. Jelenleg el is tudom forgatni, jelenleg jó irányba néz, azzal nem kell foglalkozni, de ha azt akarom, hogy erre nézzenek a házak, akkor el tudom forgatni. De nem kell elforgatnom, most jó irányba néznek. A problémám az, hogy ezeket nem lehet bővíteni egy második család számára. Ilyenkor tudom növelni, vagy pedig csökkenteni a plot méretet egészen kicsire. Tehát azt is tudom mondani, hogy egy darab családi ház, vagy egy darab parasztház kerüljön ide. Vagy 2, vagy 3. Amennyiben a 4-ről lemegyünk, már akár 2-re, akkor mind a kettőnél megjelenik egy plusz jel, ami azt jelenti, hogy ide, ezt ki tudjuk majd bővíteni a későbbiekben, arra, hogy több család is lakjon, tehát még egy család beköltözhessen ebbe a házba. Ami elég hasznos dolog. A hátsókert pedig azért fontos, mert oda különböző fejlesztéseket tudunk majd rakni. Először készüljön el a ház, és majd arról beszélünk, hogy milyen hátsókerti fejlesztések jöhetnek ide, vagy földek, vagy műhelyek. Ja, elég jó rendszer. Kis kalapácsikonnal megépítem, és ez most összesen 2 ház lesz, viszonylag nagyok, és bővíthetőek is, és akkor az egy darab feladatra nem rendelt építő pedig elindul, és elkezdi ezt kihozni. Az a probléma, hogy ugye most használják például itt a favágó táborban a favágásra az ökröt, szóval
Ott lehet, hogy lesz egy kis várakozási idő, míg az ökör, az egyetlen ökörünk felszabadul. Itt ha minden igaz, akkor közben megérkezett a hús, hiszen elkezdtek vadászni. Igen, van is már is itt egy hús a magtárban, hiszen elkezdett a vadász vadászni, itt valahol a sűrű erdő mélyén. Valahol. És hogyha majd... Itt van. És ő egészen addig fog vadászni, amiből egyébként nem csak, hogy hús jön be, de írha is. Szóval addig fog vadászni, amíg le nem csökken itt a vadállatok száma 10 alá, mert akkor befejezi a vadászatot, és akkor indul el megint, amikor 10 fölé kerül a számuk a vadállatoknak. Ez szerencsére folyamatosan változik, tehát itt nem kell várni évszakokat, vagy ilyesmi. Ez tehát a leges legeleje a játéknak. Nyilván mindenki úgy játszik, ahogy akar, de szerintem nagyon érdemes figyelembe venni ezt az építési sorrendet, hiszen értitek, amennyiben nincsen raktár, akkor elázik a kaja, és akkor lesz gond. Amennyiben nincsen favágó tábor, akkor lehet, hogy felépítettük az épületeket, és nem tudunk tovább haladni, mert nincs már a favágó táborra fa, hogy fát termeljünk. Az más kérdés, egyébként, hogyha lerombolunk egy épületet, akkor visszakapjuk az építési nyersanyagot, tehát ez nem egy game over state, csak fölösleges idő és energiapazarlás. A következő részben megnézzük a felépülő polgári telkeket, hogyan működik a játékban az igényeknek a rendszere, hogyan működik a piac. Találkozunk akkor. Sziasztok!